Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Ezzel a perccel egy új sorozat indul a Fehérvár TV műsorán. A Családőrzők című összeállítással hetente jelentkezünk majd. Szakértőinkkel azzal vállalkozunk, hogy beszélgetünk egy kicsit a család életéről. Megbeszéljük a konfliktusokat, de megbeszéljük azt is, ami kellemes. Hiszen családban élni mindenképpen kellemes. A műsor elezményét is el kell mondanom, hiszen a Vörösmarty Rádióban indult 2 évvel ezelőtt ez a sorozat, és nagyon örülünk neki, hogy most már itt a Fehérvár TV-ben is beszélhetünk például a család fogalmáról. Ezzel fogunk kezdeni, de mielőtt a kérdéseket feltennénk, és mielőtt a beszélgetést elkezdjük, engedjék meg, hogy bemutassam szakértőinket. Elsőként Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, rekreológust. És köszöntöm Papp Csillát is, személyi tervezési tanácsadót, mediátort, és nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiéniás szakembert. Köszönöm szépen, hogy vállaltatok, és eljöttetek erre a kellemes helyre, hiszen bizonyára észrevették már nézőink is, hogy nem a stúdió körülmények között szól ez a műsor, sokkal inkább egy nagyon szép székesfehérvári helyszínen vagyunk, ez pedig egészen pontosan a Fekvő Katona söröző és kávézó. Köszönjük már most a tulajdonosoknak a lehetőséget, hiszen hétről hétre innen jelentkezik majd ez a műsor, tartsanak tehát velünk. Kezdjük akkor a szakértők felé fordulma vár azzal, hogy határozzuk meg a család fogalmát. Mindenki azt hiszi, hogy ez olyan egyszerű, és tudja, hogy mit jelent, pedig nem olyan egyszerű dolog. Ki kezdi? Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, és természetesen Csicsi téged is, és a társakat is, akikkel beszélgetünk. Hú, a család. Hát ugye sokfajta megközelítése van a családnak, mint fogalomnak. Megközelíthetjük pszichológiailag, szociológiailag, társadalmilag, megközelíthetjük gazdaságilag. Pontosan ennyi fajta funkciója is van a családnak. Egy rendkívül egyszerű szerkezet, ugye, hogyha végignézzük, viszont nagyon-nagyon bonyolult feladatkört lát el. Jó, a család egy dinamikus rendszer, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy megszületik egy család, létrejön egy család, és aztán ott vége a dolognak, hanem igazándiból ott kezdődik, amikor létrejön a család, amikor létrejön egy házasság, és megszületnek a gyerekek. Persze ismerünk egyszülős családokat, ismerünk olyan családokat, ahol nagyszülőkkel élnek együtt a fiatalok, tehát több generáció él együtt. Aztán ismerünk olyan egyszülős családokat, ahol válás kapcsán vált egyszülősé a család, és hát sajnos olyan családot is, ahol haláleset következtében özvegyé vált a másik fél, és egyedül maradt akár egy vagy több gyermekkel is. Én nagyon örülök, hogy ezzel kezdtük a műsort, hogy felvetetted, hogy beszéljünk egy nyelvet, mert szerintem a legtöbb esetben a kapcsolatokban, és legyen szó a családról, de legyen szó baráti kapcsolat, vagy bármilyen emberi kapcsolatról, a legnagyobb problémát az jelenti, hogy egy csomó olyan szavunk van, amit mindannyian használunk, de nem biztos, hogy ugyanazt értjük rajta. És hogyha egy Családőrzők című műsort kezdünk el, akkor azt hiszem, hogy tényleg ezt a fogalmat érdemes tisztázni, és nekem éppen innen jön a nehézségem, amit itt a Zsuzsiék az előbb is mondtak, hogy olyan sokféle módon közelítjük meg ezt a fogalmat, és nyilván én katolikus papként, a katolikus pap oldalról közelítem meg ezt a fogalmat, és pontosan ez okozza számomra a nehézséget. Mert hogy én azt mondom, vagy én úgy tekintek a családra, hogy egy férfi és egy nő életközösség, ami nyitott arra, hogy abból élet szülessen. És innentől kezdve, ha erre a körre szűkítem le az én meggyőződésemről közelítve ezt a fogalmat, hát nagyon nehéz beszélni vagy beszélgetni általánosabban erről a fogalomról, amit pedig tényleg a köznyelv mindenféle kapcsolódásra, kapcsolatra használ, hiszen most már azért tényleg sokféle családról, mozaik családtól kezdve a csonka családon át, amik itt így elhangzottak, mindenféle fogalma használni, de vajon használhatjuk-e ugyanezt a kifejezést ennyi sokféle formációra? Szóval bennem ez is kérdés, és ez is egyben nehezebbé is teszi mondjuk az erről való jó beszélgetést, de bízom benne. Meg legalábbis az a tapasztalat, hogy az elmúlt 2 év alapján, hogy azért megtaláljuk a közös nevezőt, csak bennem így ez mocorog most így kérdésként. Tehát ha egy pár összeköltözik, és együtt élnek, az már nevezhető családnak? Nem. Hát őket még egy együtt élő pár igazából. Tehát kell hozzá a gyerek? Nem. Nem? A házasság nem kell ahhoz, hogy család legyen? Szó, csak... De ott véleményed... Azért, mert ez nekem egy nagyon
érdekes, érzékeny, fájdalmas tapasztalás volt, mert nagyon sok olyan fiatal családdal találkozom, akik vágynak arra, hogy legyen gyerekük. És nem is olyan rég volt egy ilyen beszélgetés egy fiatal most már anyukával, akkor még nem volt babájuk, hogy ilyen másodrendű családnak érezzük magunkat, mert hogy általában a közgondolkodásban az, hogy a család az apa, anya és a gyerek. És hogy azóta én tudatosan arra figyelek, hogy amikor családról beszélek, akkor az a férj és a feleségnek a szeretett közössége, döntése egymás mellett. Számomra ez lehet, hogy nagyon leszűkítő, de próbálok, és az is nekem is nehézségem, hogy nem tudok jobb szót találni mindenféle más helyzetre, de hogy számomra a család fogalma ezt jelenti. És innentől kezdve, hogyha van benne gyerek, mert megkapták ő Istentől ajándékba, akkor az nagyon jó, hogyha ha ők úgy élik az életüket, hogy nem születik benne gyerek, attól ők még családnak tekinthetők számomra, mert hogy nyitottak arra, hogy az élet bele kerüljön ebbe a kapcsolatba. Csilla, egyetértesz Gábor atyával? Igen, abszolút egyetértek, hiszen a házasság teszi fel az íre a pontot, akkor válik egy kapcsolat igazán felvállaltá és legitimmé. Tehát az, hogy én elköteleződök valaki mellett, és azt mondom, hogy egy életre tervezek vele, és ezt hivatalossá teszem, ugye egyházi esküvő és polgári esküvő formájában, ez az igazi, a végső elköteleződés, és akkor vállalom fel, és egyben hiszek abban, hogy ez egy hosszú távú, egy élethosszon át tartó kapcsolódás, egy hivatalos kapcsolódás, és ugye ha ebből születnek a gyerekek, akkor nyilván ez a klasszikus és az optimális esetben vett család. A keresztény értékeket tekintve teljesen igazatok van, de el tudok képzelni olyan párt is, akik házasságot nem kötnek, együtt élnek, és akár gyermeket is terveznek. Igen, ez is elég gyakran előfordul manapság. Már nem mondom, hogy biztos, hogy mindig minden esetben egyetértek velük. Nem mondom, hogy nem tudom elfogadni. Azt gondolom, hogy ez is egy jelenség, amivel együtt kell tudnunk élni. De ezen túlmenően én azt hiszem, hogy a család az nem csak addig család, amíg létrejön a két fiatal összeköltözése és a gyerekek áldásaként kiteljesedik ez, hanem amikor már a gyerekek kirepültek, akkor is ott marad a pár. És ők is egy család, mert a kirepült gyerkőcök már önálló külön családot fognak alkotni. De mégis társadalmi szinten azért a családomnak nevezem én a szüleimet, a nagyszüleimet is, meg a gyerekeimet is, meg az unokáimat is. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor átívelve így a generációkat, akkor a család fogalmát ki is bővíthetjük. De valóban különböző megközelítés szerint a mikrocsaládot értjük az egymás mellett az egyháztartásban élő emberek közösségét családnak. Kicsit tovább megyek, van olyan család, ahol a kutya és a cica is családtag, és lehet, hogy gyerek nincs is, csak egy kedvenc házi állat, és rögtön családnak érezzük magunkat, de talán ez nem olyan nagy baj. Igen, hát ez is elég gyakran előfordul, és én azt gondolom, hogy azok a családok, ahol vannak házi kedvencek, ott azért egy teljesen másfajta közösség alakul ki, a gyerekekre is nagyon-nagyon jó hatással van, idős emberekre nagyon jó hatással van, mindannyiunkra nagyon jó hatással van. Szeretjük őket. Nekik is megvan nyilván a saját szerepük ebben a szereprendszerben vagy közösségben, de azért én ott nagyon idézőjelesen tenném a családtól fogalma, és lehet, hogy most a kutya-macska tulajdonosok mindjárt itt kijönnek és meglincselnek engem. De hogy azért ennyiben lennék óvatosabb, hogy igen, ő tud úgy viselkedni, mintha az egésznek a része lenne. Igen, ő tud úgy jelen lenni, hogy olyan nagy szeretetet ad, és épp nemrég beszélgettem egy kutyus tulajdonossal, akinek jó pár év után elhunyt a kiskutyája, és tényleg azt a valóságos gyászt éli meg, ami mondjuk egy emberi kapcsolatra is jellemző, de hogy azért a család attól család, hogy emberek hoznak egy szabad döntést egymás mellett, és mondjuk az a kutya, az belekerült ebbe a közegbe. Ott van a családi fotón. Igen. Így a házi kedvenc, mert valójában ugye a házi kedvenc, akit családtaggá avanzsálunk azáltal, hogy évek vagy évtizedek során megszeretjük, tehát abszolút be tud csatlakozni abban az értelemben is, igen. Következő témának a választást jelöltük meg, hogy hogyan válasszunk partnert. Lehet, hogy ez a kérdés furcsán hangzik, mert jó esetben ugye jön a szerelem, és aztán a szerelem választ, nem biztos, hogy az ész. De mégis, hogyan válasszunk partnert? Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és én azt gondolom, hogy erre fel is kellene tudni készíteni a kamaszodó fiatalokat, amikor elkezdik a párválasztás tapogatózását, a kis óvatos egymás felé nyulálkodásokat.
Nagyon-nagyon izgalmas dolog. Én azt hiszem, hogy elsősorban a családunk hoz egy mintát. A család ad egy mintát. Az egy meghatározó dolog lesz. Párválasztás. Most az jut eszembe például, amikor egyik nagy pszichológusunk elmondta, hogy a hercegnek nem lesz párja a cselédlány. Tehát a család kijeleli a helyedet a társadalomban is. Tehát ez is egy meghatározó lehet. Meghatározó lehet az, hogy milyen életformánk van. Vannak olyan családok, amelyek zártabbak, vannak, amelyek nyitottabbak, vannak olyanok, akik nagy életet élnek, vannak, akik kevesebb, vagy a hobbi mentén. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van annak. Minden esetre, ami a legfontosabb, hogy az alapvető értékrendek legyenek rendben. Ha ez nincs rendben, akkor nagyjából esélytelen a kapcsolat hosszú távon. Párválasztáskor a szenvedély mellett szerepel-e a tudatosság? Hát jó lenne, ha szerepelne, de nagyon sokszor ugye a kémia dönt, és az első pillanat varázsa dönt, de a saját szakmámtól vagy hivatásomtól nem tudok elvonatkoztatni. Még itt az előző kérdésre egy pillanatra visszacsatol, hogy önismeret, amit tudom, hogy elcsépel, tudom, hogy nagyon sokat hallottuk már, de ha egy fiatal, ugye a kamaszkor az én identitás keresés korszak, amikor ugye rá kéne találni önmagára, megtudni azt, hogy a világ milyen képet alkot róla, és ő a világról, és viszont, és nincs önismeret, akkor hogyan is tudnánk jól párt választani, ha nem ismerjük magunkat, nem tudjuk, hogy ki az, aki nekünk való, ki az, aki hozzánk illő, és akivel egy jó szövetséget tudunk létrehozni, egy jó egységet tudunk alkotni. Tehát, hogy amíg nincsen önismeret, és én nem ismerem magam, nem tudom, hogy ki vagyok, mi vagyok, merre tartok, mit akarok, egyáltalán mi a jövőképem, nem vagyok tisztában az értékeimmel, nem vagyok tisztában az értékrendszeremmel, akkor egyszerűen képtelenség jól választani párt. Tehát ezek alapkritériumok. Gábor atya? De kettőtökhöz csatlakoznék csak, illetve akkor még picit a te kérdésedre is így válaszolnék, mert én annyiban választanám szét, hogy itt párválasztásról beszélünk, tehát elindul egy kapcsolat, és ott azt gondolom, hogy ott a szerelem, az érzékek, azok, amik úgy behatnak, vagy hatással vannak az ember döntéseire, de hogy azért amikor a házasságról beszélünk, vagy a családalapításról, akkor ott már talán kevésbé. Ha friss a döntés, vagy gyors a döntés, ugye akkor szoktak megijedni, hogy fú, itt az érzelmek döntenek. De hogy a jegyes oktatáson a párokkal találkozva azért nagyon-nagyon kevés olyan pár van, akik mondjuk egy évnél fiatalabb kapcsolatból jönnének házasságba. Tehát most már azt látom, hogy az a tendencia, hogy 3-4-5 év után hozzák meg a döntést a családalapítás mellett. Tehát, hogy nem a szerelem heve, meg a szenvedélye hozzá el a döntést, hogy a fú, akkor ezzel a férfivel én végigélem az életemet, hogy ez a nő lesz az én szívem királynő egész életemen keresztül, hanem hogy szépen érlelődik, és aztán születik meg valamiféle döntés. És nekem egy nagyon érdekes volt, amikor megkérdeztem így jegyes pároktól, hogy hát akkor tulajdonképpen miért házasodtok össze, most itt 5-6 éve együtt éltek, gyakorlatilag mibe változik meg az életetek? És akkor ott hangzott el az, amit szintén az előbbi kérdeztél, az együttérés kérdés, hogy miben másabb. És akkor azt mondták sokan erre, hogy akkor a teljes elköteleződés valósul meg. Tehát igazából nem változik az életük, de hogy akkor válik teljessé a kapcsolatuk. És ott már én azt érzem, vagy azt gondolom, hogy kevésbé az érzelmek azok, amik döntenek, vagy amik segítenek a döntésben, hanem ott benne van valamiféle, talán valamiféle tudatos döntés, bár ez is szintén elhangzott itt a Csillától, hogy ez egy folyamatos, dinamikus dolog, tehát hogy nincs olyan, hogy mi most összeházasodtunk, és akkor nincs továbbfejlődés, hanem jön a gyerek, meg aztán vagy nem jön a gyerek, házat építünk, nem építünk házat, van munkaink, nem. Ezerféle hatás van abban, hogy ez a belső világ hogyan alakul, formálódik. Ott meg vannak érzelmek is, meg vannak időről időre döntések is, mert azért azt is látom egy párokkal kapcsolatban, vagy házasokkal kapcsolatban, hogyha az érzelmekre hallgatnának, akkor már rég nem lennének házasok, hanem azért ott van egyszer jó párszor a döntés is, hogy jó, hát akármi ez ízen, de azért akkor is itt maradok mellette. Az önismeret szerintem tényleg nagyon fontos kulcsú. Erről érdemes beszélni, mert ha valaki nem tudja magáról, hogy ő milyen életet vágyik, vagy milyen élet való neki, és mondjuk egy konzervatív felfogású ember szerelmes lesz egy bohémba, az nagyon félreviszi a dolgokat, és előfordul az ilyen. Igen, de kulcsfogalmat mondta, hogy szerelmes lesz. Tehát teljesen mindegy, hogy a konzervatív felfogású. Ha amíg ő szerelmes, addig teljesen mindegy.
A legcsodálatosabb dolog, hogy ez így van. Amíg szerelmes. Amíg. Ja, a pszichológia azt mondja, hogy 9 hónap a szerelem, a rózsaszínű köd, nem véletlenül 9 hónap. Tehát ugye így van, igen, köszönöm szépen. Tehát ugye ez nem véletlen, és ugye 9 hónapnál tovább is látunk. Tehát nyilván, ha egy fiatalról beszélünk, aki még keresgél, keresi magát, vagy keresi a párját, általában nem az első kapcsolatból lesz házasság, hanem valahányadikból. És az alatt nyilván megismeri magát, akár a kapcsolataiban, vagy a párja tükrében is nagyon jól megismerheti magát, hogy mondjuk ő hogy működik egy kapcsolatban. De ettől függetlenül azért, hogyha egy bohém, egy, mit mondtál, egy konzervatívval jön össze, tehát hogy a hasonló hasonlót vonz, elvén működik a dolog. Tehát az egy butaság, hogy az ellentétek vonzák egymást, persze vonzák, de hogy ebbe nem kell belemenni, mert egy hasonlóval, egy hasonló értékrendűvel, hasonlóval, aki hasonlóan látja a világot, mint én, sokkal könnyebb jó kapcsolatot létesíteni, és jó párt választani, de nyilván ezen is sokkal összetettebb. Tehát nem csak ezeken a sarokpontokon múlik, hanem rengeteg összetevője van. Az önismeret mellett fontos lehet a másik ismerete is, de hogy tudjuk megismerni a másikat, hogyha minden szombaton elmegyünk vele valami buliba, vagy esetleg más programokat, tehát hogy ismerjük meg a másikat? Susi? Hát én azt gondolom, hogy a megismerkedés az bármilyen más kapcsolati relációban is ugyanezt jelenti, hogy ismerkedsz, hogy ismered meg a másikat. Hogy beszélgetsz vele, ugye van egy első benyomás, erről mindenki tud, erről rengeteget beszéltek már, van egy első benyomásod, de ennek alapján eldöntött, hogy te szeretnéd őt egyáltalán megismerni, vagy nem. Hogyha elkezded az ismerkedési folyamatot, akkor ha mutat neked olyan dolgokat, amitől ő érdekes a számodra, amitől összecsengenek a te dolgaid az ő dolgaival, amikor ő olyat mutat meg neked a világból, amire jé, hát én is el tudok erre csodálkozni. Események, történések, beszélgetések, idő, amit együtt töltünk, ez fogja adni szerintem a megismerkedés lehetőségét. Van egy nagyon jó kis magyar szavunk erre szerintem, ami pont arról, amiről Zsuzsi, az, hogy udvarlás. Hogy nem a házba megyek be kapásból, hanem először csak az udvarba. Igen. Aztán majd szépen lassan beljebb lépek, vagy ahogy ő beljebb enged engem. Megvannak a fokozatok, és ugye az udvarlás kapcsán rengeteget tudunk beszélgetni. A rengeteg beszélgetés által is ismerjük meg egymást, és meglátjuk egymást különböző szituációkba, cselekedetekbe, hogy mondjuk az én jövendőbelim, hogy beszél egy bolti eladóval egy adott szituban, vagy például megismerem az édesanyját, és látom azt, hogy például most női szempontból mondom, hogy milyen a kapcsolat az anyukájával. Vagy fordítva is lehet, tehát, hogy milyen a kapcsolata az édesapjával, egy fiúnak, vagy az édesanyjával. Tehát, hogy nagyon szépen le lehet tapogatni, hogy például az ő családjukban milyen értékek vannak, mi a filozófiájuk, mi a világlátásuk. Tehát, hogy azért ezeket nagyon szépen fel lehet deríteni, és hát a rengeteg beszélgetés, egyeztetni a gondolatainkat. Tehát amikor elmegyünk együtt kirándulni, akkor ne csak a kirándulásra összpontosítsunk, hanem sok-sok beszélgetésre. Hát ezért engedjük magunkat bele az élménybe, meg belemehetünk a flow-ba is, de nyilván az elején az ember egy kicsit radaroz és monitoroz és figyeli a másikat óhatatlanul is, hogy bizonyos helyzetekben ő hogy viselkedik, hogy reagál. Abból azért már összetudunk rakni egy jó kis képet róla. Ilyenkor kiderülhet az is, hogy ki milyen típus, mert ugye van olyan, aki egy kapcsolaton belül vezető típus szeret lenni, vagy ösztönösen az, van olyan, aki inkább alárendeltnek érzi magát, és úgy érzi magát jobban, viszont ha két vezető kerül össze, de a másik esetben is azért elveszhet a téma. Abszolút, le kell egyeztetni a kapcsolat elején azt, hogy akkor mi mondjuk két alfa vagyunk, nő és férfi párosításban, és hogy tudjuk ezt úgy megvalósítani és működtetni ezt a kapcsolatot, hogy zökkenőmentes legyen, és ott legyen a harmónia és a béke, de egyébként minden kapcsolatnak érdemes keretet adni, és érdemes az elején megállapodni, hogy mire kötjük a mi szövetségünket, hogy mire jön ez létre. Mert ha ezeket nem beszéljük meg, nem egyeztetjük le, és ugye nyilván különböző családból jövünk, különböző értékekkel, mintázatokkal, tapasztalásokkal, nagyon sok lehet a különbözőség, és a sok-sok különbözőség adhat vitákra, konfliktusokra okot, főként, hogyha két alfáról van szó, akik ugye mindketten dominanciára törekszenek. Tehát ugye ezeket a kapcsolat elején fontos lenne leegyeztetni, de ugye hogy tudom leegyeztetni, ha nem tudom magamról, hogy én alfa vagyok, és nem ismerem magam. Tehát visszakanyarodtam ugyanoda, hogy önismeret az alapja.
egyezkedés tárgya az is, hogy hány gyermeket szeretne az egyik fél, és hány gyermeket a másik. És ez sem mindegy, mert ha valaki nagy családot akar, a párja pedig csak egy gyereket, akkor ez is lehet konfliktusokat, de mindig azt hiszik házasság előtt, hogy majd alakul. Hát igen, és a változás az örök ebben a tekintetben, mert megállapodhat egy fiatal pár abban, hogy mondjuk 4 gyereket szeretnénk, aztán ha nehezen jön az első baba, és megy az idő, akkor már ez változhat. Aztán ha megjön az első, meg megjön a második, de mondjuk valami olyan nehézség támad ebben a helyzetben, akár egészségügyi okból, akár a mamával, akár bárkivel, hogy akkor ezt revidiáljuk, hogy tényleg kell nekünk az a 4, de lehet ennek gazdasági vonzata, ennek nagyon-nagyon sokfajta összetevője lehet. Én azt gondolom, hogy az sokkal-sokkal fontosabb, hogy abban, amit megállapodunk, és amin mellett letesszük a voksunkat, azt mind a ketten vállaljuk, és akkor ebbe legyen egyfajta olyan konszenzus, ami mind a kettőnknek kielégítő. Tehát, hogy ne erőtessük rá egyik félre, a másik félre, akár ezt, akár azt. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom a gyerekek szempontjából különösen. Házassági előkészítőben ez szóba jön? Most ez igen, részben, most így gondolkodtam azon, amiket így mondtatok. Lehet, hogy a lázadó szól a fülkben. Annyira szép dolgokat mondtatok komolyan, de hogy tud ez működni? Tehát, hogy ez tényleg létezik fiatal pároknál, hogy ennyire tudatosan, vagy mi most próbálunk egy ilyen szép víziót oda tenni a nézők elé, hogy szerintünk ettől működnének jól, vagy ettől indulnának be jól a kapcsolatok. Csokra gondolsz? Nem. Ugye a minta is Banki a példa. Baba. Banki baba. Mert hogy csak azért, mert hogy most lehet, hogy megint nagyon, lehet, hogy én hozom is a férfi agyat, de hogy ez olyan szép női agyas kerektezett dolog, hogy mi megállapodunk, és örökké így fogjuk majd csinálni, hogy ettől fog működni jól a kapcsolatunk, és hogy tehát egyik oldal, az egyik énem azt mondja, hogy igen, tényleg így van, ez lenne a legideálisabb, de hogy ez a másik énem meg azt kérdezi bennem, hogy tud-e működni, illetve ugye családőrzőként, hogy mi abban tudunk maximum segíteni, hogy akik hallgatnak vagy figyelnek bennünket, azokra úgy elindítsuk talán ebbe az irányba. Csak hogy nem tudom, hogy ez ténylegesen tud-e így működni. A jegyes oktatásom nálunk, mi az önismeretre helyezzük első körben a hangsúlyt, hogy ismerem magamat, ismerem a párokat, rengeteg játékot, házi feladatot adunk így a pároknak. Benne van a család tervezés téma, ugye érdekes, hogy a gyerekvállalás családtervezésnek mondjuk pedig, hát, és pont így saját magamnak fontok ellent, hogy azért ez nem családtervezés, hanem gyerekvállalás, vagy a gyerek nevelés. Tehát, hogy ezt a témát is azért elő szoktuk hozni, hát nyilván a konfliktusok, meg a szeretet kifejeződések ugyanúgy ott vannak. Mondjuk ez is egy érdekes dolog, ha jegyes oktatásra jönnek a párok, és ebben is csak abban szeretnék megerősíteni, amit te mondtál, hogy tényleg jó lenne valahol megtalálni a fiatalabb nemzedéket abban, hogy ebbe az irányba el tudjuk kezdeni nevelni őket a kapcsolati irányba, mert hogy a jegyes oktatásra általában azok a párok jönnek, akik mondjuk egy pár hónap múlva össze is házasodnak. És hogy mondjuk jó esetben ott jön el olyan téma, amiről addig nem beszélgettek, és akkor hurrá felfedezik egymást, de hogy vajon az kell elége, hogy ott hallanak abban a pár hónapban arról, hogy mitől működnek ők jól, vagy pedig valahol jobb lenne találni erre egy előbb egy korábbi formát, formulát. Ezért is jó talán ez a műsor, és ezért jobb vagyok itt egyébként. Hogyha visszatérünk a meghatározásra, a beszélgetés elejére, akkor el kell mondanom azt a kérdést, amit szoktunk hallani, és engem a hidegráz tőle, bevallom őszintén, mikor meg akarjuk tudni, hogy valakinek van-e már gyermeke, akkor megkérdezik, hogy van-e már családod. Ismeritek ezt a kifejezést, biztos vagyok benne, és akkor tényleg megint ott tartunk, hogy megfogalmazzuk, hogy mi is a család, de azt hiszem, hogy ezt ebben a műsorban sikerült. Amit el tudunk mondani még a nézőknek, hogy műsorunkkal egy hét múlva újra jelentkezünk, folytatjuk ezt a beszélgetést. Már szó volt a jegyes oktatásról, ami bizony az esküvői előkészületeket jelenti. Vajon ha az esküvői előkészületek alatt jobban megismerjük-e egymást, kiderül-e, hogy tényleg összeillők vagyunk, és milyen is legyen ez az esküvő? Mit jelent, hogyha valaki kis családdal szeretné szűk körben, és mit jelent, hogyha valaki nagy lagzira vágyik, hajszik, hanem ezek is nagyon fontos dolgok a család életében. Köszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tornyai Gábor atyának is, és nagyon köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk tartottak, tehát egy hét múlva folytatjuk a beszélgetést. Viszontlátásra!